Köszöntöm Önöket, Balzsai Károly vagyok. Mai adásunkban Heves Alatkán egy virágkertészetet mutatunk be Önöknek. Tartsanak velünk! Stecino Zsolttal beszélgetünk, Heves Alatkán, aki kertész és zöldség termesztő. Így van. Az látszik, hogy ez nagy kereskedelmi mennyiségbe használjátok, illetve termesztitek itt a növényeket. Ők ugye, amit elmondtatok, muskátlik. Így van. Mióta kezdtétek el, és miért pont a muskátlit, vagy mi az, amit termesztetek? Hát 2007 körül kezdtük a virágot. Virágra áttérni, hiszen azelőtt is már zöldségfélékkel foglalkoztunk, viszont a piac azt diktálta talán, hogy sikeresebben meg tudunk lenni a virágfronton, tehát itt az értékesítés, mert ugye megtermelni a termelő, talán azt mondom, hogy mindent megtud, onnantól kezdve az értékesítés dönti el, hogy mennyire sikeres egy egyén abba, amit csinál, és akkor mi a tájba, tehát ilyen 2005-2007 körül úgy döntöttünk, hogy a primőr zöldségekről áttérünk az egynyári virágok termesztésére. Nyilván most látok egy viszonylag nagyobb mennyiségű növényeket, de azért nem itt kezdtük, tehát ez szép apránként hogy vált. Hogy kezdtétek? Mert ugye több hatalmas nagy fólia sátor. Hát igen, most már 50 méteres fóliába, plusz még egy ilyen kisebb 30 méteresbe termesztjük a virágokat. Most nem azt mondom, mert akkor is ennyi fóliánk volt, csak egyszerre nyilván akkor még egy kicsit közös bement a virág is, meg a zöldség is, és akkor utána, ahogy a piac diktálta, váltottunk a egynyári virágokra. Mennyivel másabb a zöldség meg a virágtermesztés, így fólia, illetve ilyen gyakorlatban, tehát technikailag mennyivel kellett több vagy más gépesítést csinálni, vagy a hőfokot, vagy a párát? Fűtöttünk, tehát már mi primőr zöldségeket termeltünk akkoriban is, tehát már a fűtés alapvetés volt. Ehhez is ugye kell a fűtött élettér vagy légtér. Tehát ebben nem volt olyan nagy változás, hanem a továbbgondozás. Ugye itt a növényeket, az egynyári növényeket azért termeljük, hogy a vevő utána gyönyörködhessen benne egész évbe. Tehát ez nálunk, azt mondom, hogy így január közepe elejétől kezdődik, és akkor olyan május, tehát az anyák napjával bezárólag május elejével mi helye közel végzünk, azért, hogy oda kerüljön a kedves vevőhöz, és ő gyönyörködjön benne utána egész nyáron, mivel egy nyári növényekről beszélünk. És akkor utána visszatérnek újra a zöldségek, vagy akkor megint januárban fogjátok kezdeni, illetve használni ezt a fóliát? Ilyen kiegészítő növényként mi még krizantémot termelünk így évvége felé, azért, hogy ki legyen töltve az időnk. Egy röpke, egy olyan 10 000 szál krizantém van itt november 1-ére ütemezve, ami úgy kiegészíti az időnket, tehát úgy teljesen jól el vagyunk már utána a nyár folyamán, tehát marad némi idő talán a példénésre is, meg azért picit dolgozunk. És muskátliból is körülbelül ennyit termesztetek? Nem, muskátliból közel 40 000 cseréppel termelünk, vagy csinálunk, és hát olyan hasonló nagy számokról tudnék mondani, ami kisebb egyéb egynyári növénykék, petúnia, verbéna, lobélia, büdöskék, nem tudom, mit mondjak még, amit esetleg is. Akkor maradjunk a muskátlinál. Mi a munkafolyamat? Ugye nyilván kell egy mag. Nem magról nyilván indultok? Kell egy mag, így van, de tehát ez nem nálunk, tehát mag, sőt, a muskátlit általában dugványról szaporítják, tehát mi is gyökeres dugványként kapjuk egy világ cégtől, tehát most mindegy céget nem szeretném megnevezni, viszonylag minőségileg jól egymásra találtunk, tehát jó minőséget termel, tehát mi is és a vevőink is megvannak a minőséggel elégedve, úgy gondolom, és gyökeres dugványként kapjuk, amit ilyen 12-es cserébe
kell, hogy beletegyünk. Ezt most kivehetem, mert ez még most került ültetésre, tehát így néz ki egy gyökeres dugvány. Így, és ott a másik fóliában látható cserepező géppel az a gép így szépen megtölti ezt a cserepet földdel, csinál bele egy lukat, és kézi erővel ezt a muskát itt szépen beleültetik. Nyilván most ez nem lett olyan tökéletes, mint az asszonyok de csinálják. De nem lesz bajom. De nem lesz bajom, sőt, még majd megjegyzem, és akkor ezt majd pótoljuk. Tehát megcsináljuk, hogy tökéletes legyen, hiszen anyu, mint főnök, ő szereti a tökéletességet minden téren. Tehát van egy jó minőségi dugvány, mibe kerül bele? Ez a földszerű, amit ugye egy nem biztos szakavatott szem földnek lát, ez egy tőzeg talaj, és ez pont litván tőzeg, tehát Litvániában van bányászva, és ott kerül zsák, tehát ilyen bálákba szedve, és úgy kereskedünk keresztül, úgy vásároljuk meg. Ezen is nagyon-nagyon sokat kísérleteztünk, hogy ez a fajta tőzeg, amit kint láttatok, ez egy sárga zsákos tőzeg, aki ismeri a tőzegeket, tudni fogja, hogy melyikről beszélek. Számunkra ez a jó minőség. Ugye itt szálka mérettől kezdve, beltartalom, mennyire vízmegtartó, mert ugye a fekete föld, amit kint, azt annak tudjátok, hogy van egy vízmegtartó képessége. Ez, hogyha egy ilyen natúr tőzegről beszélünk, ott ez így szépen átfolyik a víz, és utána egy nagyon-nagyon kemény anyaggá tud összeszáradni, de ugye ez tartalmaz agyagot is, ami a vizet megköti, némi műtrágyát, vagy nem némi, tehát annyi műtrágyát, ami ugye a növénynek így van elég. Ezt végül is mi pótoljuk, de a agyag, meg a száltartalmat, azt ugye maga a tőzeg biztosítja számunkra. Ha ide bekerültek ugye a fólia sátorba, ami ugye fűtve van, és néha csöpög ránk egy kis nedvesség, vízcsepp, de gondolom, nem elég ez nekik, tehát nem, hogy akkor most anyák napjáig itt vannak, milyen kezelést igényelnek még? Nem, hát ugye ez a napi szintű, végül nem napi szintű, de a öntözés, ami a tápanyagpótlással együtt jár, ezek az asztalok, ezek kifejezetten tavaly előtti beruházásaink, ami hát ilyen kicsit árapály asztal, szerű, de azért mégsem az a igazi nagyon komoly, mert az elég brutál ára van. Ez egy picivel ilyen, nem is tudom, ilyen falusihasabb, de a célt egy pont... Egy egyszerűbb változat. Igen, egy egyszerűbb változat, a célnak pontosan ugyanúgy megfelel. Ezt, mi a technológia? Hát ilyen csepegtető csöveket húzunk a cserepek közé, egy gerinc csövön jön a víz és a tápanyagos oldat, és, tehát van egy ilyen központi tartály, amiben azt bekeveritek? Van egy furt kutunk, van egy tartályunk, abban megfelelő pH-jú, tehát beltartalmú víz kerül már ide az asztalra. Ugye, amit a... És ezt naponta ezt egy elárasztjátok? Így van, naponta el van árasztva. Ez a szőnyeg még azt szolgálja, hogy olyan hamar ne száradjon ki, mivel ennek a növénynek a gyökere ilyen 2-3 héten belül már kint van a cserépből. Ugye a szőnyeg nedvesség tartalmát ő szépen ugye átszövi a szőnyeget is, és akkor abból még tudja pótolni, még hogyha egy picit talán késünk is, meg azért néha ezeket a növényeket kell egy picit szenvedtetni azért, hogy utána, amikor kikerül a valódi helyére, akkor ne az sín... Az jelent, hogy szenvedtessük a virágokat? Hát egy picit, tehát nem kell minden jóval azonnal ellátni. Tehát egy, mert akkor a virág is hozzászokik, és gyakorlatilag ugye, szenzitívebb lesz a követ. Így van, tehát nagyon-nagyon elmenne a zöld része felé, tehát nagyon-nagyon bokros lenne, esetleg kevésbé hozna virágot. Tehát hogyha egy picit viszont elveszünk a jóból neki, akkor úgy gondolja, hogy hoppá, olyan időszak következik, amikor én nekem a szaporodást jelentő virágot kell hoznom, és mindjárt jobban virágba is borul. Jó, meg még ezer más dolog, mert ugye ezt nyilván tápanyagokkal is tudjuk érni, hogy minél szebb virágok, meg minél több legyen rajta, de ugye az gyomlálni a cél, kell-e? Hát elméletileg nem kell gyomlálni, hiszen a tőzegő csíramentes és gomba, és tehát semmiféle gyommag nem kerülhet elméletileg bele. Nyilván most nem azt mondom, hogy itt-ottam ott nincs benne, de nem jellemző. Inkább amikor ugye
már talán egy picit eltelik egy pici idő, meg szoktuk így szépen kapargatni, azért, hogy minél levegősebb legyen a növény, a gyökere, és ahogy majd a időnk meg a hely engedi, tehát térállást kell neki biztosítani, tehát egy picit széjjelre szedjük a cserepeket, mert így még olyan szépen néz ki, csak amikor a növény elkezd bokrosodni, terebélyesedni, ahhoz, hogy ne egy elnyúlt, rossz növényt tudjunk odaadni a vevőknek, térbe kell azt a bokrot néznünk, így van, és akkor ezeket így mind széjjelebb szedjük. A virágszínét azt tudják befolyásolni? Vagy az hogy? Nem. Tehát a maximum a élénkségét, meg a tehetség, tehát az, hogy mennyire domináns az a szín, azt lehet tápanyagokkal pótolni, vagyis serkenteni, hogy minél szebb piros legyen az a piros, de az, hogy a pirosból fehér legyen, azt mi nem tudjuk. És ez piros lesz? Ez itt, igen. Már olyan dugványt vesznek akkor, amilyen színű? Persze, így van. Tehát ez úgy jön, hogy megvan, hogy ez egy piros félfutó muskátli mellett állunk. Mikor kész van? Fölkerül egy kamionra, megy a nagybeni piacra, vagy nem, hova kerülnek ezek a virágok? Nem, hál' Istennek, megmondom őszintén, hogy én nem biztos, hogy a nagyban is értékesítési jövő vagyok. Itt ugye visszatérek ahhoz, hogy 2007 előtt is csináltunk már ezt-azt, ugye 2007 körül a virágokkal dolgozunk, tehát már egy 15-6 éve ismernek bennünket a környéken. Van egy pár meghatározó önkormányzati vásárlónk, akik önkormányzati szinten tőlünk vásárolnak. A értékesítés még a hevesi piacon, meg esetleg a káli piacon történik, amíg hál' Istennek 10-10 kilométerre van tőlünk, tehát nem egy nagyon messzi dolog, és nagyon-nagyon sok vevő kijár hozzánk, amit nagyon örülök neki, meg nagyon várjuk őket szeretettel, és ilyen idézőjelre szed magad akcióba, szépen összeválogatják, ami számunkra szükséges, amit meg akarnak vásárolni. Ha segítség kell nekik, akkor mi azt megadjuk, segítünk, beszélgetünk velük, de aki viszont azt akarja, hogy ne szóljon hozzá senki, hanem ő szépen a fejébe elgondolja, hogy ő mit szeretne a saját portáján vagy a házán látni, azt is tiszteletbe tartjuk, és akkor van, akivel csak a köszönés erejéig beszélgetünk, amikor megjött, kifizette, köszönünk és elment. Tehát mindenki maga tudja eldönteni. Van olyan család, aki családként jön ide a tavasszal vagy a nyáron, gyerekekkel, nagymamával. Ez egy külön program nekik. Igen, megmondom őszintén, hogy én nagyon örülök ennek. Több órát is el tud tölteni itt egy kikapcsolódás. Igen, nekik kikapcsolódás, nekünk megmondom őszintén, hogy ezzel mi így jó. Nem úgy öltöztem, de egy kicsit kikapcsolódhatnék én is, és kipróbálhatom. Ott a másik sátorban van egy ilyen dugványozó gép, ott a hölgyek között, mellett. Így van. Akkor, hogyha lehet, akkor jó, lehet. Térjünk semmi át oda. Akadály, köszönöm. Akkor itt is vagyunk, ahol a... Igen, itt van ez a gép, amit... Igen, amiről beszéltem, a cserepező gép, ami a cserepekbe tölti a földet. Ott a anyukám és a tesóm pedig a földbe beleteszi a most is ugye muskátlit. Igen. Arról beszéltünk. Mi az az egyszerű munkafolyamat, amiben egy picit bekapcsolódhatok, de nagy kárt nem fogok csinálni? Jó, hát akkor anyósom helyett akkor itt a futószalagra rápakolhatod a növényeket. Zöldet ez megnyomjuk, így van. Én ezt, elindul a futószalag. Igen? Tehát jönnek a cserepek. Kicsit lerázom picit róla. Picit megrázzuk, igen. Zöldet. Hogy... Jó. Végülis ez már csak türelemjáték, ez nem éppen a... De itt jókat lehet beszélgetni esetleg. Hogy csinálom? Jó, kicsit gyorsabban kell. Kicsit gyorsabban, igen. Jó. Bátran. Jó. Mert utána ez jön ám folyamatosan. Aha. Úgy van, így megrázzuk, azaz. Nem kell lenyomkodni? Nem fontos. Nem fontos. Így, hogy minél
kevesebb föld menjen pocsékba, így van. Értem. Legyünk gazdaságosak, mert persze. A főnökség az nem szereti, hogy pocsékolunk így. Értem. És akkor ez a szalag megy át? Ez a szalag megy át abba a fóliába, igen, ahol voltunk. Ott a kedves párom leszedi a szalagról, beleteszi ládába, és utána a ládával visszük a helyére, ahol megint csak egy barátnénk kirakja a helyére már. Még ezzel előbb akartam mondani, hogy ez egy elég nyugodt, ilyen meditatív munka, de amikor felgyorsul, akkor itt már figyelni kell, mert annyira nem lehet itt meditálni, meg gondolkodni feleslegesen. Mélyen magunkba szállni nem biztos, egy hogy picit, itt érdemes. Igen, már így éppen akartam elazulni, aztán amikor hogy... Lassan a munka végéhez érek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, legközelebb is tartsanak velünk, viszontlátásra!